Így rohadt szét egy vápa szarufa. A vápa szarufa talán az egyik legfontosabb tető alkatrészünk, egy jellemzően vastagabb keresztmetszetű fa, amire jobbról és balról a teső síkoknak a kisebb, csonkolt szarufái támaszkodnak, márha támaszkodnak. Azonban itt, ebben a tetőben gyakorlatilag megsemmisült a vápa szarufa. gyakorlatilag eltűnt. Jóformán csak egy pudvás, korhadék, málladék volt itt, ami hasonlít az erdő talajon előforduló szétmálott fákhoz, azonban itt nem a természet vette vissza, hanem gyakorlatilag a tetőben semmisült meg a legfontosabb faszerkezet, és minek utána a tulajdonos tapasztalt valamiféle beázást, valamiféle problémát, hát úgy gondolta, hogy kihívja a szakembereket. Az egyik ács csoportban lettem figyelmes erre a fénykép sorozatra, és meg is kértem Szaki Juniort, hogy próbálja nekem ezt megszerezni. A kedves tetőfedő kollega, ács mester Horváth István, Bramak rendszermester volt olyan kedves, hogy ezt elküldte, és megkértem, hogy publikálhatom-e az engedélyével a képeket. Ugyanis sajnos szinte heti gyakorisággal kell elbontatnom rosszul megépített vápát. És a szakemberek nem értik, hogy miért kellett ezt megtenni. Ha jól megnézzük a képet, ide aztán beépítettek mindent. Van itt fólia, bitumenes lemez, deszkázat, azonban a rétegrendek, az átszellőzések abszolút mértékben nem lettek biztosítva. Itt az látható, hogy a fagerendel látszik ez a hálós rácsos fólia, aminek még talán baja sem lenne, de közvetlenül rászegeltek egy deszkát. A deszkára jött a bitumenes lemez, a bitumenes lemezre közvetlenül a tetőléc, és szellőzés, ellenléc sehol nincs, így aztán nem csoda, hogy belülről a pára bentrekedt a szerkezetben, nem tudott kiszellőzni, és egy az egybe elrohadt az egész rétegrend. Mindezt megtetőzték azzal, hogy felraktak szakszerűtlenül egy vápa műanyag lemezt, ami nem volt alátámasztva, gyakorlatilag összeszakadt az egész az idők folyamán, és így a víz alulról és föntről támadta a tetőt. Itt az látható, hogy a csupasz lemezt rátették a deszkázatra, szellőzést nem biztosítottak, ott sem, és ellenlécet sem raktak. De gyakorlatilag ami létezett, mindent elkövettek. Belülről párazárás nem volt, vagy ha volt, az nem volt megfelelő, hiszen a téglafalazatot nekiengedték a fóliának. És mindezt azzal tetézték, ugye, hogy a hőszigetelést kívülről párazáró fóliával fették le. Hát nem csoda, hogy az a szerencsétlen vápa fa teljes mértékben tönkrement, Elkorhat, és így aztán lehetett az egészet kibontani. Hát sajnos teljes helyreállításra nem futottál tulajdonosnak, igazából a probléma konzerválódik, talán valamit sikerült rajta javítani de amint látható, a fa az így viselkedik abban az esetben, hogyha nem jól van beépítve, és nem jók a rétegrendek. Most azt benne kommentelje nekem valaki, hogy ez a fólia miatt van, ez nem, ez nem a miatt van, ez a hülyeség miatt van, hogy hozzá nem értő emberek a rossz rétegrendet raktak össze. Hogyha megfelelő helyen lett volna a párazárás, és a tetőfólia megfelelő helyen lett volna, nem lett volna semmi gond. Itt látható, hogy a fóliára rászorították a deszkázatot, majd pedig arra a bitumenes lemezt. Ez egy szóval egy eszetlen rétegrend működésre képtelen, teljes mértékben belezárjuk a szerkezetbe a párát, és nem azért, mert ott van a fólia, hanem azért, mert rossz helyen van, nem való fólia. Itt látható, a visszabontott rétegrend, látható valami fajta belső burkolat, az elkorhat fa, a deszkázat, szóval ebből aztán ember legyen a talpán, aki valamit kihoz, és itt látható, hogy megszakadt az élszarufa folytonossága. És mi van napjainkban? Miért kell nekem vápát bontatni? Egy -egy egy egész jó képességű csapat, akinek nyilván lehet hibát találni a munkájában, belefutott egy durva hibába, nem csinálták jól meg a vápát, sajnálatos módon, szét is kellett velük szedetnem. És így aztán ett, itt készültek a fényképek. Látszik, hogy a fakötés pontos noha hagy maga után kívánni valót, mert a feltámasztás nem tökéletes, de egyek kutya ezzel már tudnánk élni. A sarok dolgozás is elég szépre sikerült, és itt van felette a vápa, amit mindjárt egy kicsit közelebbről meg fogunk nézni. Szóval itt az alátámasztásban fut ez a fa, ez az él fa, ugye a negatív élben, és itt lett nekem valami gyanús, ami miatt aztán elkezdtünk egy kicsit jobban körülnézni. Fiammal közösen dolgoztunk, ő segített nekem földeríteni ezt a dolgot, és nézzük itt a kamerával, hogy mi látszik. Gyakorlatilag a élbe belevezették teljes egészében a fóliát, és ott leszorították egy léccel, Mindjárt mutatom, hogy ezzel mi a probléma, ugyanis például átcsavarozták a bádoglemez, de ez lenne a kisebbik probléma, sokkal inkább az, hogy ebben az esetben a teljes vápa gerenda, a vápa szarufa végig van csavarozva, végig van szögelve, bevezetjük a vizet, és ott szép lassan elkezdi áztatni a vápa szarufát, az a nedvesség, az a kondenz nedvesség, ami oda bejut. Ugyanis itt, ebben a vápában ez a legfontosabb fajelem, ami aztán nagyon könnyen tönkre megy. Egyébként maga a fa munka egészen rendben van, és alig lehetett észrevenni, hogy itt valami probléma van, azonban gyanús lett, hogy itt belülről nem látszik egy fólia csík, tulajdonképpen annak a fólia csíknek a széle, amit most itt a fiam megmutat, ami gyakorlatilag a vápa fóliának lenne a széle. Ott kellene lennie, ahol ő mutatja az ujjával a vápa lécnek, amire rá van vezetve a fólia. És így a vápa hajlatban egy csatorna képződik, amiben nincs egyetlen darab szeg sem. Hát itt sajnos végig volt szegelve az egész. Egyébként annyit kell tudni, hogy ez egy régi, elaggott tetőszerkezetnek a felújítása, amit a srácok ügyesen megoldottak, kisebb korrekciók voltak, néhány helyre kértünk megerősítést, ide kértem például néhány további csavarnak a behajtását, ami hát kisebb egyeztetést követően azért megtörtént, és így mondhatom azt, hogy ez a tető tetőfelújítás jól sikerült. Ami komoly fájdalmat okozott, az a vápának a visszabontása, hiszen gondolhatjátok, egy készre cserepezett, befedett vápát visszabontani nem kis gond. De miért bontattam vissza? Hát az előző képsorok szerintem magukért beszélnek, bármennyire is jó belülről a tetőszerkezet, bármennyire is passzolnak a vágások, mint ahogy itt én azt gondolom, hogy ügyesen összehozták, ettől függetlenül bizony meg kell csinálni nagyon szakszerűen a vápát is. Itt a gerendák is megerősítésre kerültek, a födémben levő gerendák fölé egy-egy újabb gerenda került be, fűzőcsabarral össze lett fogva, ezeket is leellenőriztük, meghúzták őket, ezek rendben voltak, viszont a vápát azt muszáj volt szétszedni. Hát itt... Szép volt a munka, az ember egy kicsit el is aludt benne, de végül észrevettük, hogy bizony ez a vápa nem lesz jó. A kollégák végül aztán szétszedték és megjavították. Azonban nem ez az első vápa, amit szétszedtem, úgyhogy erre készüljetek. Ha tetőfelújításba fogtok, mindenképpen figyeljetek oda arra, hogy a vápa hogyan készül el, és azok a mesterek, akik tetőt építenek, menjenek el egy tanfolyamra, nézzék meg, hogy hogyan kell egy vápát csinálni. Ilyen a magyarországi tetőanyagforgalmazóknak számtalan tanfolyama van. bramaknál, a terránnál, a tondaknál, és ott a legapróbb fogásokat is meg lehet tanulni és akkor ezzel nem lesz probléma. Hát, ha tetszenek ezek a tartalmak, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni, és akkor további ilyeneket láthattok, és ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek ilyen tanfolyamra elmenni, akkor tényleg keressétek meg a gyártóknak a honlapjait, és ott erről lehet értesülni. Itt éppen egy kiváltást láthatunk, nem terhelünk rá erre a gyenge kis falra, készült egy kis külön oszlop, Könyök. Úgyhogy szerintem ez egész jól sikerült. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!